Ha a csúcsjelölti rendszer nem nehezítette volna meg a döntéshozatalt, akkor már megszülethetett volna a döntés az unió vezetőiről, jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter a vasárnapi rendkívüli uniós csúcstalálkozó kapcsán azt mondta, a kormány mérsékelten optimista abban, hogy a hétvégén találnak-e alkalmas jelölteket a tagállami vezetők az uniós intézmények vezető tisztségeinek betöltésére. Kik legyenek az Európai Unió következő vezetői? Erről is tárgyalnak Oszakában a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Unió tömörítő szervezet, a G20 csoport mostani ülésén az uniós tagállamok vezetői. Egy hete Brüsszelben futottak neki az uniós állam és kormányfők, hogy megtalálják, kik vezessék a következő 5 évben az EU-t. Döntés végül nem született, csak annyi, hogy most vasárnap újra összeülnek. Az viszont kiderült, hogy a két nagy európai pártcsalád Spitzen kandidátja, csúcsjelöltje nagy valószínűséggel nem lesz az Európai Bizottság elnöke. Pedig a szocialista Franz Timmermans és a néppárti Manfred Weber igencsak számított a posztra. Olyannyira, hogy Manfred Weber a múlt vasárnap arról beszélt a Welt am Sonntag című német lapnak, hogy szerinte van esély arra, hogy elnyerje ezt a posztot. A cikk szerint a bajor politikusa a most vasárnapi rendkívüli EU csúcsig hátra lévő napokban az Európai Parlament többségi támogatásának elnyeréséért küzd, hogy nyomást gyakoroljon a tagországi állam, illetve kormányfőket összefogó Európai Tanácsra. Most a képviselőkön a sor, el kell dönteniük, hogy mi fontosabb számukra, a pártpolitikai és nemzeti érdekek, vagy pedig intézményük befolyásának erősítése, nyilatkozta a lapnak a bajor politikus. Továbbra is a csúcsjelölti rendszer mellett állunk, mondta Angela Merkel szerdán a Bundestagban, hozzátéve azonban, hogy a helyzet most sokkal összetettebb, mint 5 éve Jean-Claude Juncker megválasztásánál. A sajtóban nagy visszhangot váltott ki Angela Merkel kijelentése, amit egyenesen úgy értelmeztek, hogy a kancellár kihátrált Manfred Weber mögül. A magyar kormány, a visegrádi négyek és ennél sokkal szélesebb körben összesen 11 tagállam nem támogat. 11 tagállam nem akarta, hogy Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter az uniós tisztújításról szólva kifejtette, az uniós állam és kormányfők elutasították a csúcsjelölti rendszert. Azt mondta, Magyarország érdekelt abban, hogy az Európai Uniós intézményeknek mielőbb legyen vezetőjük, de a jelöltek alkalmassága fontosabb, mint a sietség. Olyan embert kell találni, különösen a bizottság élére, aki minden kormánnyal képes korrekt párbeszédre, és ma azt látjuk, hogy Manfred Weber még egy utolsó kísérletet tesz, hogy a CDU-CSU-t rávegye arra, hogy őt akár még egy intézményi válság árán is támogassák, de mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne az intézményi válságot elkerülni. Gulyás Gergely emlékeztetett. Manfred Weber megszavazta a sargentini jelentést, és sértő kijelentéseket tett Magyarországról. Ezért esetében a minden kormány iránt elvárható tisztelet feltétele nem áll fenn. Megjegyezte, nincs akadálya, hogy érdemi döntések szülessenek vasárnap, és ha korábban a csúcsjelölti rendszert nem nehezítette volna a döntéshozatalt, előbb is megszülethetett volna a megállapodás.